Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit ezen a ma estén, itt a teremben, illetve otthon akár a készülékek előtt, az internet segítségével, akik visszanézik még ezt a mai alkalmat. Krisztus példázatai című sorozatunkban egy új részhez érkeztünk el. Talán épp kint beszélgettünk az előadónkkal, és nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. professzor Szilvási Józsefet, akivel épp azt beszélgettük, hogy talán a legizgalmasabb példázatok egyike, amivel ma foglalkozni fogunk, a gazdag és a Lázár. Sokan nem is tudjuk, hova tenni ezt a példázatot. Mielőtt azonban az igét megnyitnánk, és erre hangolnánk rá magunkat, egy picit hangoljuk a mi szívünket egy zeneművel, egy orgona és trombita fog megszólalni. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és majd azokat is, akik később visszanézik ezt a mai bibliai tanulmányunkat a különböző csatornákon. Egy olyan példázatról fogunk beszélgetni a mai este folyamán, ami Jézus egyik legszokatlanabb példázata. Lukács evangélium 16. fejezetében található ez a példázat, és hagyd mondjam el röviden talán azt, hogy ebben a fejezetben két példázat van, és a két példázat között bizonyos rövid mondatok szerűbő összefoglalók Jézus hegyi beszédének egy-egy gondolatáról. Az első példázat az a hamis sáfárnak a példázata, ami hát igen, csak meghökkent bennünket, mert Jézus Krisztus elismerően beszél egy korrupt tisztviselőről. A másik példázat, amiről ma elmélkedni fogunk, nem kevésbé meghökkentő, mert Jézus Krisztus egy olyan mesét mond el ebben a példázatban, egy olyan mitoszt, ha úgy tetszik, mond el ebben a példázatban, ami közszájon forgott abban az időben, és a későbbi magyarázatok során nagyon sok dogmatikai eltévedésnek az okozója lett. Úgyhogy az emberben fölmerül a kérdés, hogy tehet Jézus olyat, hogy egyszer a korrupciót ismeri el, máskor meg a vallási eltévedéseket és a hamis tanításokat használja föl az ő üzenetének közvetítésére. Annyit szeretnék előre bocsátani, hogy Jézus Krisztusnak nem volt olyan szándéka, és nekünk sincs olyan szándékunk, hogy bárkit megzavarjunk a hitében, vagy a meggyőződésében. Jézus nem ezzel a szándékkal tette azt, amit tett, hanem alkalmazkodott mindig azokhoz az emberekhez, akikhez beszélt. Igyekezett a saját nyelvükön, a saját kultúrájukon, a saját gondolkodásuknak megfelelően fogalmazni, hogy azt az egy üzenetet,
amit minden példázatnak van egyetlen üzenete, azt az egy üzenetet minél világosabban és minél érthetőbben tudja továbbadni. Mi is majd elsősorban erre az egy üzenetre fogunk korlátozódni, amikor erről a példázatról beszélünk, természetesen néhány gondolat erejéig kitérek majd azokra a szempontokra is, amelyek a különböző keresztény irányzatok között vitáknak a forrásává lett. De azt hiszem, hogy helyén való, hogy mielőtt elkezdenénk beszélgetni valamiről, még akkor is, ha nagyon jól ismerjük és nagyon jól emlékeznénk rá, akkor is elolvassuk magát a szöveget, hogy frissen éljen a mi gondolatainkban, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen mit is mondott, és aztán majd föltehetjük a kérdést, hogy mit is üzent azzal, amit mondott. Az új fordítás szerint következőképpen szól ez a példázat. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöhettek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta a távolból Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángokban. De Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad a javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy a szakadék, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van ott öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. A példázatban tulajdonképpen három ige idővel találkozunk. A példázat első része a jelenről szól. Erről a világról, amelyben élünk. Arról szól, hogy mi történik most. Miközben a gazdag ember barátaival lakmározott, Lázár ott feküdt fekélyekben tele a kapuban, és azt kívánta, bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról. Jézus Krisztus egy nagyon lényeges és nagyon fontos dologra
irányítja a mi figyelmünket ebben a történetben. Nevezetesen arra, hogy az ember, különösen ha egy kicsit jobban megy a dolga, mint másoknak, akkor hajlamos az érzéketlenségre. Hajlamos arra, hogy valami magyarázattal kitérjen a javak megosztása elől, a felelősségvállalás elől, a mások terheinek a hordozása elől, hogy bezárkózzon a maga kis világába, a kis baráti körébe, és azt mondja, hogy jaj, de jó közösség vagyunk, mi itt olyan jól érezzük magunkat, nem? Na most, én most nem pusztán azokról az emberekről beszélek, akik a világban élnek, mert Jézus ezt a példázatot a keresztényeknek, a tanítványoknak mondta alapvetően, nem azoknak, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. De el kell ismernünk, azt hiszem, hogyha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, hogy nem csak a hitetlen embereket jellemzi az a gondolkodásmód, hogy összejövünk mi a magunk fajták, és mi itt jól érezzük magunkat, és a többiekről nem veszünk tudomást. Jelen van ez a mi világunkban, a privát életben, jelen van a munkatársi közösségekben, jelen van a gyülekezeti közösségben, jelen van még a nemzeti, meg a nemzetközi kapcsolatokban is, nem? Ezer okot és ezer magyarázatot talál az ember arra, hogy miért ne vegyen tudomást valakiről, aki szükséget szenved. Tehát Jézus Krisztus először is erre hívja föl a figyelmet, és erre akar emlékeztetni bennünket, hogy az Isten világrendjének van egy belső törvénye, ami szöges ellentétben van azzal a törvénnyel, amit mi a mi világunkban gyakorlunk. Az Isten világában egy olyan törvény van, hogy mindenki szolgálja a másikat. A szolgálatok körkörös formában térnek vissza újra és újra. A mi világunkban pedig olyan törvények uralkodnak, hogy mindenki elveszi a másét, és aztán elfelejti, meghálálni azt, amit kapott, vagy elfelejti továbbadni azokat az értékeket, amiket kapott. Egy önző, befeleforduló, érdektelen, közömbös, a világ ügyeit, bajait figyelmen kívül hagyó, fotelben elnyúló, kényelmes, laza, lusta emberekké váltunk. Nem? Ez a 21. századi ember. Sajnálkozik esetleg egy-két megjegyzést tesz, lehet, hogy még egy kis alamizsnát is dob néha, bár itt ez az ember még a morzsákat is sajnálta. De hogy felelősséget vállaljunk azokért az emberekért, és megosszuk azokkal az emberekkel az Istentől kapott áldásokat, akiknek kevesebb jutott, ez a mai kultúrából teljesen kiveszett. Teljesen kiveszett. Furcsa dolgokat látok, és nyilván én egy kicsit más összefüggésben látom ezeket a dolgokat, mint az átlagember. Azon egyszerű oknál fogva, hogy immár 21 pár évvel ezelőtt elkerültem innen Afrikába,
és ott éltem az afrikai emberek között 8 évet. Amikor én ott éltem és dolgoztam ezekkel az emberekkel, én nagyon sokszor hallottam őket beszélgetni, és velem is nagyon sokszor beszélgettek. És akkor, megmondom őszintén, nem fogtam föl a szavaiknak a súlyát, és a szavaiknak a jelentőségét. Ezek az emberek meglehetősen szerény, szegényes körülmények között éltek. Volt olyan lelkipásztor, aki 12 gyereket nevelt, az átlag Ruandában egy asszony, hát ugye az átlag az így szól, tehát nyilván fél gyerek nincs, hogy egy asszony 4,5 gyereket szül, ez a nemzeti átlag. Tehát 4-5 gyerekes családok, az átlag ruandai családok. Na most ezek folyton arról beszéltek, és mindig azt kérdezték tőlem, hogy hogy lehettek ti ott Európában olyan önzők? Hogy mi itt a szegénységben, ilyen nagy családokban élünk, és ha volt egy esküvő, akkor az egész falu összejött, és adott 5000 frankot, és abból megépítették az új házaspárnak a kis házikóját. Ti pedig jó módban vagytok, mindenetek megvan, és mégis úgy gondoljátok, hogy hát mocerás gyerekeket nevelni, meg milyen dolgokat, ugye? Most ezek az emberek azt mondják, hogy hát akkor megyünk oda. Mi már itt túlnépesedtünk, és megyünk oda. És meg vagyunk döbbenve. Évtizedeken át figyelték az életünket. Figyelték, nem a milyenket, a magyarokét, mert rólunk keveset tudtak, hanem a nyugat-európai, a volt gyarmatosító országokét. De figyelték azt, hogy az fehér ember milyen önző, befeleforduló gondolkodást követ, és azt mondták, hogy nem. El kell menni, megtanítani őket arra, hogy osszák meg a javaikat. Osszák meg velünk, és osszák meg egymás között is. Tehát ez az első dolog, amire Jézus Krisztus is rá akar mutatni ebben a példázatban. A második rész a jövőbe repít el bennünket, és mit is mond a jövőről? Na itt van az a bizonyos mese, ami persze dogmatikailag természetesen nem felel meg annak, amit a Biblia Krisztus második eljöveteléről és az azt követő eseményekről mond. De hát egy példázattól nem is ezt várjuk, hanem az, hogy a tanúságot mondja el nékünk. A példázat azt mondja el ebben a dologban, hogy Isten igazságot szolgáltat, és a két ember eltérő sorsra fog jutni. Sorsuk szöges ellentétben van egymással. Az önző szenved, az, akit lenéztek, semmibe vettek, eltapostak, közönösen viselkedtek vele szemben, és egész élete emiatt szenvedés volt, azt Isten megjutalmazza. Vigasztalás ez, és figyelmeztetés is egyszerre. Vigasztalás és figyelmeztetés egyszerre azért, mert Jézus Krisztus második eljövetelének egyik nagyon fontos üzenete, írtam is erről egyik bejegyzésben, az, hogy Jézus eljövetelekor a dolgok a helyükre kerülnek, és az emberek is a helyükre kerülnek. Mindenki azt aratja,
amit földi élete során elvetett. Jézus Krisztus tehát emlékeztetni akar bennünket arra, hogy a mi életünknek a következményeivel egy nap szembe fogunk találkozni. Szembe jön velünk az, ahogy mi ma élünk és gondolkodunk. Lehet, hogy azt hiszik sokan, hogy megúszszák, és ebben a világban sokszor meg is ússzák az emberek. A kis bűnözőket börtönbe rakják, a nagyokat meg különböző kitüntetésekkel halmozzák el, tehát ez a világ így működik. Na de ez a bűnvilága. Ez a sátán által kormányzott világ, és mi pedig az Isten által kormányozott világ felé haladunk, ahol Isten ezeket a dolgokat a helyükre igazítja, a helyükre teszi. Ezt az isteni igazság szolgáltatást mutatja be Jézus Krisztus a példázat második részében. Lukács egyszerűen leírja, hogy Isten nem megy el szó nélkül a keresztények cinikus közönye mellett. Pokolra jut az, és elkárhozik mindenki, aki úgy él, mint ahogy ez a dús gazdag ember élt. Isten országába nem lehet bevinni az önzést, a kizsákmányolást. Ott a szolgálat törvénye érvényes. Mindenki szolgálja a másikat. És mindenki a másik áldásán munkálkodik. És ezek folyamatosan visszatérnek, és újra, és újra visszatérnek. És aztán a példázatnak van egy harmadik része, ami igazából a példázatnak a csattanója. Miről is van itt tulajdonképpen szó? Ez az ember, aki ilyen közömbösen viszonyult Lázárhoz, ilyen megalázóan bánt vele, és ilyen lekezelően viselkedett vele szemben, ez az ember rádöbben arra, hogy helytelenül cselekedett. És szeretné valahogy ezt a dolgot így utólag legalább rendezni. Szeretné valahogy, ha már itt a földön nem, de legalább a mennyben bűnbocsánatot kapni. Vagy legalább a mennyben kapni valami áldást, valami jót. Legalább annyit, hogy könnyítse a fájdalmát egy kis hideg vizet. Hogy ne sínlődjön a tűzben, ahogy Jézus Krisztus elmondta. Szeretné, de mi Ábrahám válasza? Hogy már késő. Már nem lehet. A jövőnknek, és igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy egyszer élünk, tényleg egyszer élünk. De a jövőnknek az alapjait marakjuk le. Egyébként ugyanerről szól a hamis sáfárnak a története is, azért mondtam, hogy ez a két példázat nagyon közel áll egymáshoz. Hamis sáfár története arról szól, hogy ez az ember, ez lebukik, de még nem veszik el tőle a pecsétet, meg az aláírási jogot, még van egy napja, és ezt az egy napot kihasználja arra, hogy korumpálja urának az adósait, hogy aztán utána szívességet kérhessen majd tőlük. És akkor Jézus azt mondja, hogy na látjátok a világfiai milyen okosak? A maguk nemébe. Nem a Jézusi érték szerint, hanem a maguk nemébe. És mit akar mondani a tanítványoknak ezzel? Következő nagyon egyszerű dolgot.
hogy ma van az a nap, amikor mi kincseket gyűjtünk az eljövendő világ számára. Amikor átváltjuk a mi valutánkat nem euróra, nem dollárra, nem aranyra, mert ezek mind elvesznek, hanem mennyei valutára, ami megmarad. Ez az, amit Jézus Krisztus elmond, hogy ti is szerezzetek barátokat, akik majd ott és akkor, abban a mennyei hajlékokban majd az itt támaszatok lesznek. Na ebben a példázatban lényegében ugyanerről a gondolatról van szó. Azt mondja itt Ábrahám, aki Jézus Krisztusnak a szavait tolmácsolja, ebben a helyzetben, vagy ebben a körülményben, hogy kedves barátom, azokat a javakat kellett volna, amit ott eltékozoltatok a lakomákon, azokat kellett volna átváltani. Olyan értékekkel, amit itt, a mennyben tudtál volna élvezni és hasznosítani. Nincs második esély. Nincs tisztító tűz. Nincs halálunk utáni vezeklés. Erre az egy életre kell föltennünk mindent. És ez az egy élet az, aminek az alapján eldől az eljövendő életünk és az eljövendő világ, hogy hol, hogyan töltjük életünket, az örökké valóságban vagy az örök megsemmisülésben. Az egyik esetben, illetve a második esetben. Most kell megalapoznunk üdvösségünket. Egyebek mellett azzal is, hogy megosztjuk másokkal azt az értéket, azt az áldást, amit Istentől kaptunk. Most kell megalapoznunk. De van ennek a példázatnak még egy mondani valója itt ezen a ponton, és ez is legalább ennyire fontos. A beszélgetésben kitűnik, hogy ez a gazdag ember úgy érezte, hogy ez a könyv, vagy hát ennek az elődje, mert ez még így nem volt együtt, csak az Ószövetség abban az időben, amikor Jézus ezt a példázatot elmondta, hogy ez a könyv, ez kevés ahhoz, hogy az ember megtalálja a helyes utat. Valami természet felett. Valami egészen szenzációs dologra van szükség. Valami nagyon megrázó és felrázó dologra. Például olyanokra, mikor a halottak visszajönnek és elmondják nekünk, hogy mi van ott és mire készüljünk, ugye? És Jézus Krisztus a példázatban azt mondja, hogy nem így működik a dolog. Ott van Mózes, és ott vannak a proféták. És én itt szeretnék még egy dologra rámutatni. Múlt héten írtam erről, aki szokta követni az írásaimat, azt találkozott vele. Mert éppen vita téma volt. Valahol most nem akarom előhozni, hogy hol. Hogyha Ausztráliából jön valaki evangélizálni, vagy Amerikában, akkor az a Szentlélek jobban fölhasználja, mint hogyha közületek feláll valaki, és elmondja azt, hogy mely hatalmas dolgokat cselekedett vele az Isten. Ugye? Nem egyszer hallom,
És egy idő után nem járok sehova, több oka is van, de az egyik legfőbb oka az, hogy azt tapasztaltam, hogy kialakult egy ilyen gondolkodás, hogy ha valaki professzor, doktor, még sok ilyen más rangot föl lehet előtte sorolni, akkor annak a szavára jobban meg fognak térni, mint hogyha csak egy egyszerű lelkipásztor. De hát ez nem így működik. Nem így működik. Ámos egy földműves volt, Ézsaiás egy magasrangú papi családból származó valaki volt. Dániel egy főember volt, Péter egy halász volt. A dolog nem ezen múlik, a dolog azon múlik, hogy az Isten szól az ő eszközein keresztül. Valaki azt mondta, hogy ha az Isten egy szamáron keresztül is tudott szólni, akkor ki az az ember, akin keresztül ne tudná az ő üzenetét tolmácsolni? Tehát nem kell ahhoz szenzációs dolgokra várni, rendkívüli dolgokra várni. Ha van rendkívüli dolog, az nem az ember, hanem a Szentléleknek a munkája, aki a legegyszerűbb embereken és a legegyszerűbb körülményeken keresztül is meg tud szólítani bennünket, és el tud vezetni bennünket a hitre, ha nyitottak vagyunk. Én nagyon sokszor, mostanában már megint nem tudok, mert már megint olyan helyzetben vagyok, hogy ahol vagyok, mindig én beszélek, de egy időben igyekeztem úgy felére osztani, hogy egyik szombaton szabad voltam, a másikon vállaltam szolgálatot, és én még sose, mindig szoktam mondani a feleségemnek, amikor megyünk hazafele, hogy ma megint tanultam valamit. Ma megint kaptam valamit. Néha laikus ige hirdető prédikál, néha vagy volt diákom, néha valaki más, teljesen mindegy. Mert nem az eszközön múlik, hanem az Isten lelkének a munkáján, meg a mi nyitottságunkon. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy mi ne rendkívüli hírnököket keressünk, ezoterikus nagy dolgokat, hanem ismerjük fel az ő szavát, és ismerjük fel az ő hangját a legegyszerűbb emberi eszközök szavát. És ha ez a nyitottság megvan bennünk, ha ez a készség megvan bennünk, hogy odafigyelünk minden szóra, ami Istentől jön, még akkor is, hogyha aki mondja, egy kisgyermek, akkor el tudjuk kerülni ennek a bizonyos gazdag embernek a sorsát. És el tudjuk nyerni Lázárnak az áldott állapotát. És én azért imádkozom, hogy Isten ezt a kegyelmet adja meg nekem, adja meg nektek, és adja meg rajtunk keresztül még sok-sok embernek. És adjon, ahogy Mózes imádkozott, bölcs szívet ahhoz, hogy úgy tudjuk számlálni a mi életünkben adott esélyeket, hogy amikor odaérünk, akkor az Ábrahám kebelén végezzük, ha a példázatnál maradok, az Isten országában tudjuk végezni. Mert ez az Isten, Jézus semmire nem vágyik úgy. Isten semmire nem vágyik úgy, mint arra, hogy mi oda jussunk. És semmi nem olyan jó nekünk, mint hogy oda jussunk. Vegyük ezzel a komolysággal, és vegyük ezzel az odaadásra, vegyük ezzel a hálával, és vegyük ezzel a nyitottsággal. Imádkozzunk ezért. Szerető jó Istenünk, édesatyánk, köszönjük te néked ezt a példázatot. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket arra, hogy legyünk nyitottak, mint ahogy Jézus Krisztus volt. Nekünk is legyen olyan szívünk,
amilyen az övé volt, aki megszánta a sokaságot, amikor azt látta, hogy olyan emberek veszik körül, akik pásztor nélkül való juhokként bolyonganak, vagy fizikai, vagy lelki, vagy bármi más szükségletek miatt. Édesatyánk, őrizd meg és szabadíts meg bennünket attól a lelkülettől, ami ebbe a gazdag emberbe volt, aki csak magára és a baráti körére tekintett, és figyelmen kívül hagyott mindenkit, aki ezen a körön kívül volt. Mennyi atyánkat, hogy megértsük, hogy itt ebben a földi életben kell Jézus Krisztust követni ahhoz, és Jézus Krisztus szolgálni ahhoz, hogy majd a mennyben is őt szolgálhassuk. És add, édesatyánk, a te szent lelked által, hogy a tőled jövő újabb és újabb üzeneteket, és újabb felhívásokat mi ne attól függően hallgassuk meg, és fogadjuk be, hogy híres, neves, jó szónokoktól jön-e, hogy messziről jött emberek mondják-e, hanem attól, hogyha bármilyen egyszerű is az eszköz, ez a te áldott szavad hozzánk, a te hívásod, a te kegyelmednek egy-egy megszólító üzenete. Add nekünk, atyánk, hogy amment tudjunk mondani erre az üzenetre, és azt szerint tudjunk élni és felkészülni országod számára kegyelmet. Valóban hálásak lehetünk Istennek ezért az időszerű üzenetért, hiszen amikor mostanában ugye egy olyan időszak jön, a következő héten, amikor sokan szembesülünk az elmúlással, amikor kimegyünk akár a szeretteinknek a sírjához, ahogy elhangzott itt az üzenet, egyszer élünk. Jó elgondolkodni azon, hogy hogyan élünk, és köszönjük ennek az üzenetnek a kifejtését és a tanulságát, szívleljük meg, és ne csak önmagunknak, hanem próbáljunk meg még most másokért, másoknak is élni. Szeretném elmondani, hogy jövő héten is találkozunk, ugyanígy péntek este, ugyanígy dr. Szilvási József lesz, aki tolmácsolni fogja számunkra a következő példázatot, ami hát egy picit úgy néz ki, hogy csak a hívőknek fog szólni, mert legalábbis azoknak, akik imádkoznak, de én úgy gondolom, hogy nem csak erről van szó, amikor a farizeus és a vámszedő imádságát fogjuk boncolgatni, ezt a példázatot, akkor azért az imádságon túl több tanulsággal is fog szolgálni ez a történet, úgyhogy erre is nagyon sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Most pedig mindenkinek szép estét, jó pihenést kívánunk! Thank you.